Egy látszatra teljesen más világra térünk át, és mégis valahol kapcsolódik a hírünk az előbbiekhez, mégpedig azért, mert ami a világot érinti, ami a világot összefogja, az Isten által teremtett világnak a megvédése. Ehhez a megvédéshez kapcsolódott, hogy a nyári hónapokban kétnapos találkozót szerveztek a vatikáni szinódus aulájában. A Pápai Tudományos és Társadalomtudományi Akadémiák által nemzetközi konferenciát rendeztek, Modern rabszolgaság és a klímaváltozás a nagyvárosok kötelezettségvállalása címmel. Emellett és egyben szimpóziumon folytattak a véleménycserét, jólét, népek és a bolygó a fenntartható fejlődés megvalósítása a nagyvárosokban témáról. A Szent Atya először a környezetvédelem fogalmát határozta meg, amely nem merült ki az úgynevezett zöld hozzáállásban, hanem annyit jelent, hogy meg kell valósítani a humán ökológiát. Rámutatott, az ember nem választható külön a környezettől, az ökológia átfogó és teljes fogalom. A kapcsolat kölcsönös az ember és a teremtett világ között. A környezetvédelmi társadalmi viselkedés ugyanis szocializális bennünket. És hát ehhez kapcsolódik az is, hogy Áder János köztársasági elnök tavaly elindította az Élő Bolygónk nevű környezetvédelmi kampányt, illetve hogy december folyamán lezajlott a párizsi klímacsúcs. És még van egy riportunk is, úgyhogy itt van az a pont, hogy átadjuk a szót Dúl Géza atyának, és egy kicsit beszéljen nekünk részletesebben ezekről a dolgokról. Annál is inkább, mert hogy ő készítette ezt a riportot egy 15 éves fiatalemberrel, amit mi már hallottunk, és nagyon érdekesnek ígérkezik. Ha teremtésvédelemről, környezetvédelemről van szó, akkor valóban ezek reflexzerűen ezek az események jutnak eszünkbe, a párizsi klímacsúcs, Áder Jánosnak az Élő Bolygón kezdeményezése, tehát ilyen nagy országot vagy egész világot átfogó intézkedések, események a pápának, Szent Atyának, Ferenc pápának az Áldott Légy című pápai körlevele, amely szintén globálisan az egész földbolygót nézi. Jól is van ez így, helyes ez így, mert valóban itt egy egész nem csak országos, hanem globális földbolygót átfogó közös összefogásra, intézkedés sorozatra van szükség, mérsékelnünk kell önmagunkat. Azonban a következő beszélgetés nem valami nagy politikussal történt, egy 15 éves fiúcskával, aki középiskolás, és úgy gondolom, hogy ezek a nagy dolgok, amelyeket így globálisan megállapítunk, és az egész földgolyóra érvényesnek tartunk, lent az események szöveteiben, az életünk szöveteiben, a 15 éves fiúcskáknál, a háztartások melegvíz gazdálkodásánál, a szigetelésnél itt dőlnek el. Igen. És nagyon fontos, hogy ezek a globális, nagy vonalú, nagy mértékű látomások, vagy az egész földgolyót átfogó egyetemes megállapítások érvényre jussanak lent a közlekedésünkben, az eseményekben, és egy ilyen eseményt szeretnénk tetten érni most, amikor egy balassagyarmati középiskolában egy fiatal ember megérti a teremtésvédelemnek a fontosságát. Igen, és az lesz majd a legjobb benne, hogy ki fog derülni a Benjamin szavaiból az is, hogy mit tehetünk mi magunk otthon a kis saját környezetünkben azért, hogy megvédjük a földünket, a környezetünket, és ebben az a legjobb, hogy ezek egyáltalán nem nagy dolgok, tehát nagyon kis odafigyelést igényelnek, úgyhogy ajánlom mindenkinek nyitott fülekkel hallgatni majd ezt a riportot, mert kiderül majd számunkra, hogy mi mit tehetünk. Sok és láthatatlan munka húzódik meg emögött, ezért tartom nagyon fontosnak, hogy a Mária Rádióban sokszor elhangozzanak olyan riportok, amik a fiatalokkal kapcsolatosak. Azért is, hogy ide vonzuk őket, és azért is, hogy íme mi mindent tudnak. Bálint Benjamint hallgassák. Bálint Benjaminnal, 9. diákkal beszélgetek. Hova jársz iskolába? Balassi Gyarmat, a Szondi György szakiskola és speciális szakiskolába. Mit tanulsz? Mi érdekel téged? Én fodrásznak tanulok, de az informatikához is sok közöm van. Annyira érdekel az informatika, hogy indultál egy Európai Uniós pályázaton. Milyen pályázat ez? Ki írta ki? Az Európai Parlament írta ki, és ilyen
címszóval, hogy a környezetért csináljunk videókat, posztoljunk, twitteljünk, meg ilyesmi. És minél több nézőt kell szereznünk, hogy minél többen hozzájáruljanak a környezetvédelemhez. Mit kell szerezni? Követőket, lájkolókat. Milyen eredménye volt eddig ennek a pályázatnak? Az országban sok ember beadta így a pályázatot, és bekerültünk az első 7 iskola közé, és egy táborba, fejlesztő tábor vettünk részt, vagy hogy lehetne ezt még jobban csinálni. Hol és mikor volt ez a tábor? Ez december elején volt, Budapesten, a Európai Parlamentben. Van a Magyarországon is egy ilyen ház, ahol ezzel foglalkoznak, és ott. Az iskolában hányan vettek részt ebben? Hát 3 emberrel indultam, én voltam a negyedik. Én általában a kamera mögött szerepeltem, és ők voltak a kamera előtt. Most pedig mi volna a feladat? Most az lenne a feladat, hogy minél több rádió, tévéműsorba szerepeljünk, honlapot csináljunk, Facebook oldalt, és hogy minél többen kövessék, minél több emberhez eljusson. Milyen hírt, milyen gondolatot kell eljuttatni? Az, hogy a környezetvédelemért sokkal többet tegyen minden ember, hogy ne csak az, hogy azért a szemetesbe kidobjuk a szemetet, hanem az, hogy szelektíven gyűjtsék, hogy amit adott nekünk az Isten földet, azt azért megóvjuk. Téged miért érdekel a környezetvédelem? Mert végül is ebben a világban élünk. Most, hogyha mi megszennyezzük ezt a földet, akkor a jövő embereinek itt lehetetlen lesz élni. Hát a jövő emberei tulajdonképpen ti vagytok, fiatalok. Igen. Te mit teszel a környezetvédelemért? Megóvd a földet, te magad. Eleve szelektíven gyűjtöm a hulladékot, meg energia takarékos izzókat is használunk itthon, mert már kitkötöttem anyunak, hogy ilyeneket kell használni. Meg sok mindent, az így apróságokat próbálok tenni. Nem dobom el utcán a szemetet, minél több embert ösztönzök, hogy az én szemeteljem, meg stb. Meg a iskolában is így összegyűjtök embereket, hogy madáretetőt készítsünk, kitegyünk madáreledet. Milyen információs csatornákon sikerült továbbvinni ezt a gondolatot? Van egy Facebook oldalunk. Mi annak a címe? Az a neve, hogy Minyon Csapat Kft., mert ugyanis ez a nevünk. Igen. Azon is felteszünk képeket, megkérdezzük az embereket, hogy mit gondolnak arról, hogy a ruhákat elégetik, szennyezik ezzel a levegőt. Valamikor a nagy vegyiparban, meg ilyenekben is, mondjuk füstölőkben is ruhákkal égetik a húsokat. Valamilyen eredmény tapasztaltatok már? Ezen kívül, hogy a 7 legjobba benne lettünk, ezen kívül nagyon semmit, ez most a második forduló. Igen, de most arra gondolok, hogy követőket hogyan sikerült szerezni. Látszott-e, hogy valakikhez sikerült eljuttatni ezt az információt, ezt a hírt, ezt a gondolatot, a környezetvédelemnek a gondolatát? Igazából ebben sikeresnek érzem magam, mert egy hét alatt 56 feliratkozót és 140 kedvelést kaptunk, és remélem, hogy ez rohamosan fog növekedni, hogy minél tovább tudjuk ezt a földet őrizni. Mert igazából ez fogja a világ végét okozni, hogy szennyezzük a földet, olyan a vegyületeket használunk, ami nagyon káros. Még egyszer a Facebook oldalnak a címét elmondanád, hogy a kedves hallgatók is tudjanak csatlakozni, kedvelni. Minyon Csapat Kft. A Minyon az nagybetű, meg a Kft.-nek a első betűje is. Minyon Csapat Kft. Van egy honlapunk is, www.minyoncsapatkft.eoldal.hu. Mit mondanál a Mári Rádió kedvelőinek, mivel biztatnád arra őket, hogy keressék föl ezeket a világhálós elérhetőségeket, és csatlakozzanak hozzá? Én csak azt akarom, hogy a jövő embereinek, a mi nemzedékünknek, a embereknek sokkal jobb legyen a környezetük, és ugye a gyerekeinknek is jobb legyen a környezetük, és hogy minél tovább legyen ez a föld mindenki számára. Most 7. helyen álltok. Ha sikerül ebben a pályázatban mondjuk akár az élre jutni, annak mi lesz a következménye? Ha az első helyezettek leszünk, reménykedik benne, hogy azok leszünk, akkor kimegyünk Brüsszelbe, az Európai Parlamentbe. Az iskolában mennyire elterjedt ez a kezdeményezés? A környezetvédelem? A környezetvédelem és egyáltalán a ti kezdeményezésetek. A mi iskolánkban van külön ilyen tagozat is, hogy környezetvédelmisek, és ők is sokat szoktak nekünk besegíteni, riportokat adnak le, kivisznek minket a gyakorlati órájukon, és megengedik, hogy fölvegyem a videóra. Mit tesznek a gyakorlati órájukon ezek a környezetvédelmi szakterülettel foglalkozó iskolatársak? Legutóbb a
iskola és a tesiperem közötti útszakaszt takarították ki, szemetet összeszedték, cigicsikkeket felszedték, meg amit tudtak, azt szelektíven szétszedték, szétrakosgatták. Te egy 16 éves fiatalember vagy, igaz? 15 éves fiatalember vagy. Nem ciki a többiek előtt cigaretta csikkeket szedni és szemetet szedni? Mit szólnak ehhez az iskolatársak? Semmit, igazából ők is biztatnak meg, igazából ők is szeretik a környezetet védeni. Ők is segítenek ebben, az egész iskola segít. Tehát ez a gondolat manapság a fiatalok között, azt mondod, hogy elterjedt és magától értetődő? A mi iskolánkban biztos, hogy elterjedt, máshol én nem tudom. Itt Vanyarton is nagyon elterjedt, ahol lakom. Kedves Zseni, kívánjuk, hogy sikerüljön, eredményes legyen ez a pályázat, és még egyszer a két világhálós elérhetőséget, a Facebookost és a honlapnak a címét, ha megismételnéd, hogy a kedves hallgatók fel tudják keresni. Én is kívánok a hallgatóknak sok szerencsét, és a Facebook oldalunk a Minyon Csapat Kft., a weboldalunk pedig a minyoncsapatkft.eoldal.hu. Köszönöm szépen, Isten áldjon, sok sikert! Annyira jó ilyen fiatalokat hallani, akik ennyire elkötelezettek a környezetvédelem iránt. Igen, ezt te különösen tudhatod, hiszen ha jól tudom, akkor ezügyben folytatod a felsőfokú tanulmányait. Igen, én már egyetemi szinten, és hát az ilyen gimnazistáknak is ajánlom, hogy nézzenek majd hasonló szakot, amikor majd a jelentkezésre kerül sor, ugye 12-ben, mert hogy ezt lehet folytatni egyetemi szinten is, úgyhogy sok sikert kívánok nekik, és hát remélem, hogy kitartóak lesznek. Engem meglepesz, hogy a fiatalok között ez ennyire, hogy is mondjam, természetes. Meglepett a beszélgetés közben is, hogy ennyire magától értetődő. Ez az előtte való nemzedékek számára egy kicsit olyan rendkívülinek tűnt, mondjuk 20-30, akár 40 évvel ezelőtt. Olyan néhány merész ember furcsa vállalkozásának tűnt a környezetvédelem, és én örülök annak, hogy ez fiatalok között akár a szemétszedésig is terjedhet, és az sem furcsa. De a környezetvédelem nem volt igazán az embertől soha távol. Én arra gondolok, elég sok időt töltöttem gyerekkoromban faluhelyen, hogy bizonyos szombat délutánra olyan gyönyörűen eltakarítottak mindent, és kisöpörték az udvart. És hát az ember otthon is takarít. Tehát én azért nem vagyok ennyire elkeseredett. Sokkal inkább attól tartok, hogy magasiskolai végzettséggel rendelkező vegyipari dolgokban érdekeltek azok, akik tudatosan nem akarják tudomásul venni azt, hogy van környezetvédelem. No, nem is a falu életformájára, ahol még a kukorica csutkát is elégették, nem is arra gondolok, tehát felhasználták tüzelőnek, hanem az iparilag fejlett, úgymond gazdaságilag fejlett államok, városi lakosságának. Amilyen fejlett a civilizáció, olyan mértékben fejlődött egyébként vissza a Istennel való kapcsolat, sajnos. Mint hogyha az ördög műve lenne, de ezt nem mondtam. Igen, most ugye, talán. Ez is olyan dolog, ez a környezetvédelem, hogy leginkább akkor kaptak észhez az emberek, amikor már a saját bőrükön érezték a bajt, például most a klímaváltozás, amit többek közt ma is érezhetünk, mert február 1-én nem kéne 10 foknak lenni a Budapesten, de mindegy, ez csak egy zárójeles gondolat volt.